Hát meg se szólalak, ez annyira szépen zenél ez a motor, annyira szépen ciripel, hogy kár felesleges mondanom egy jó szót is ez ügyében, hiszen tényleg amit hallunk, az magáért duruzsol, mondhatni így is. Be is csukom ezt a motorháztetőt, kár belé minden szó, és tényleg az autó egy 2009-es Honda hibrid verzió, 2010-es modell, nagyon jól felszerelt, kötvényszóró, alufelni van rajta, és nagyon szép vonalvezetésű a jármű. Itt hátul a csomagtartójában foglal helyet, ha nagyon belenézgetnénk az aljába. Itt van egy nagyon nagyobb teljesítményű akkumulátor, de ezt én nem fogom most szétszedni, viszont a csomagtere az szerintem méretéhez képest kényelmes és tágas. Becsukom, hogy lássuk ezt a gyönyörű hátulját is az autónak. Nagyon szép tényleg a jármű, a kárpitozás is gyönyörű, hiszen tényleg egy 2009-es autót nézegetnünk, ennek újszerűnek kell lenni, és az autó ez újszerű is. Nagyon sok extra tettek bele a japán barátaink, rengeteg elektromos kütyű van benne, elektromos tükör, ablak, állítható, kormány, ülés, tempomat, komputer, itt a kis Econ gombja, amivel rögtön tudunk elektromosan segíteni az autónak, és keveset fogyaszt. Start-stop technikával van az autó ellátva, azaz, hogyha beteszem technikát, dénes fokozatba például, és elengedem a gázt, akkor az autó beindul, illetve hogyha fékezek, akkor leáll a motor egy idő után, és nem kell az autónak fogyasztani egy szem üzemanyagot sem. Viszont az ajtóm az nyitva van, ezért ezt be is csukom. És nagyobb csend van, az autóban digitális automata klíma helyezkedik el, fokozatmentes automata váltó, illetve elektromos ülések, elektromos fűthető ülések vannak itt az autóban, és a gyári zenéje, csatlakozhatunk rá egyéb más módon is, mindenféle elektromos kütyüt rá lehet dugni az autóra, és mindjárt hallgathatjuk a saját zenéinket. Itt egy ilyen infocenteres, és a telefon előkészítés is benne van, és a kormányról vezérelhető dolgok, illetve a tempomat is itt helyezkedik el. F1 váltó van, tehát itt segíthetünk, akár a Forma 1-es pilotáink gyakorolhatnak ezen az autón, rögtön oda-vissza lehet váltogatni az autóval. Ezt kivettük sebességből, az autó szép csendesen jár, nagyon jól felszerelt, hogy ezt beszélgettük. Takarékosan jár az autónak a motorja, itt kijelzi az összes műszert, a csekje, és már el is alszik benne minden. Tehát az autóban minden jól és helyesen működik. Nem tudok mit mondani róla igazából, csak az, hogy el kell jönni és meg kell nézni. Aki egy ilyen hibrid verziót keres, az ezt az autót mindenféleképpen nézze meg. Az autó jó állapotú, szép állapotú, nézegessék meg, próbálják ki és vásárolják meg ezt az autót. Itt az M3 Autópark autókereskedésben, Szent Mihály út 90 számban remélhetőleg sikeres üzletet fogunk kötni. Köszönöm, hogy velem voltak, a viszontlátásra!